sziasztok! Ismét egy utazós vlogot hozok nektek. Tudom, megint régen volt videó, de nem volt időm megszerkeszteni ezt a videót, amit egyébként már március vége óta tartogatok, hiszen a húsvéti hosszú hétvégén utaztunk el, mégpedig Bariloche-be, amely majd 1700 kilométerre délnyugatra található Buenos Aires-től, majdnem azt mondtam Budapesttől, hát végül is onnan is eléggé messze délnyugatra található. Na de visszatérve a Bariloche-re, a chilei határhoz közel az Andok lábánál található az a kisváros, a Nahuel-Huapi Nemzeti Parkban, a Nahuel-Huapi tó partján. Hogyha nem ejtem jól azt, hogy Nahuel-Huapi, akkor elnézést kérek tőletek, de fogalmam sincs, hogy olyan kellene ejteni, mert nem igazán spanyolos ez a név. Ami nem véletlen, ugyanis ez nem spanyol, hanem mapucs nyelven létezik ez a kifejezés, ami a mapucs embereknek a nyelve, akik Kelet-Chile és Nyugat-Argentína középső részén élnek. És akkor most gyorsan mesélek egy kicsit arról, hogy mikor is érkeztünk. Csütörtök délután érkeztünk, és rögtön be is mentünk a belvárosba, közel a belvároshoz laktunk egy kis hotelben, ahol vacsorázni mentünk. Ez olyan 6 és, hát inkább 7 óra környékén volt, amikor mi vacsoráztunk. Na most 7 órakor vacsorát találni Argentínában szinte lehetetlenséggel ér fel. A helyen, ahol voltunk, este 8-ig nem szolgálnak fel vacsorát, csak süteményt és nagyon limitált menüt, úgyhogy abból kellett választanunk. Ezt követően viszont elmentünk a kedvenc helyünkre, ugyanis Buenos Airesben is van ilyen üzlet, a Rapa Nui, ami a kedvenc fagyizónk, de eredetileg egyébként ez egy csokoládé műhely volt, és abból nőtte ki magát. Bariloche egyébként nagyon híres az itt készült csokoládéról, ez nem az egyetlen csokoládét árusító volt, hanem több márka is található. Ma már, ahogy említettem, nem csak csokoládé volt, hanem kávézó és fagyizó is egyben a hely, sőt, itt a Bariloche-i Rapa Nui-ban még korcsolyapálya is van. Egyébként a Rapa Nui-t egy olasz bevándorló alapította az 50-es években, aki a II. Világháborút megelőzően még Torinóban készített kézműves csokoládékat, de ugye a világháború során sajnos emigrálni készült, és itt Argentínában telepedett le a feleségével együtt, és 48-ban érkeztek ide, ahol megnyitották a város első kézműves csokoládé boltját. Hamar vált népszerűvé a hely, és a gyerekeik is folytatták ezt a tradíciót, most már az unokái, ennek a párnak az unokái viszik a boltot, és folytatták a csokoládé készítés tradícióját, és 96-ban változtatták meg a hely nevét Rapa Nui-ra, és azóta is nagyon gyorsan fejlődik, hiszen most már 2009 óta fagylaltot is árulnak, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez itteni fagyi az tényleg nagyon jó. Ugye ez is végül is az olasz hagyományoknak köszönhető. És mivel ugye a húsvéti hétvégén voltunk, természetesen elmaradhatatlan, hogy tele volt minden csoki tojással és csoki nyullal, meg hát ugye a tradicionális alfahor és a különböző típusú és ízesítésű csokoládék. Sajnos a laktózmentes csokoládé az még itt annyira nem elterjedt, vagy a cukormentes, úgyhogy nagyon óvatosan kell bánni a mennyiséggel, amit az ember megeszik. És azért, amint látjátok, a bőség zavara az abszolút megjelenik a helyen, mert egyszerűen lehetetlen választani, annyiféle csokoládéból lehet választani. Yeah.
Ez itt a Bariloche-i önkormányzat épülete, amely előtt ilyen óriási festett nyulak álltak, és itt pedig egy tér található, ahol a hétvégén koncertek voltak. De amint látjátok, már itt beesteledett, és igazából mi már ettünk, ittunk, jól laktunk, és mentünk haza aludni ezt követően. Hiszen másnap elindultunk túrázni, mert hogy Bariloche egyébként az 1930-as, 40-es évek óta vált turista paradicsommá, és azon kívül, hogy télen a Dél-Amerika legnagyobb síparadicsoma található itt, az őszi és tavaszi időszakban pedig a túrázók lepik el a környéket, hiszen nagyon sok hegyes, dombos vidék van, ahol túrázni lehet, és ami felfedezésre vár. Úgyhogy gyakorlatilag az első napot leszámítva minden nap elmentünk valamerre túrázni. És innentől kezdve gyakorlatilag csak tájképeket fogtok látni, hegyet, völgyet, egy csomó folyót, kilátást a hegytetőről, és ezt mindenféle változatban és mennyiségben. Az első útunk a Cerro Campanario-ra vezetett, ami az egyik hegycsúcs, az egyik legjobb kilátással, ahová vezet fel lift, de mi úgy döntöttünk, hogy gyalog megyünk. Nem biztos, hogy a legjobb döntés volt, mert nagyon meredek volt az út. Mondjuk körülbelül 30-40 perc alatt felértünk, de konkrétan hegymenet volt végig elég keményen. De amint látjátok, a kilátás megérte. Abszolút megérte. Persze lefelé már lifttel mentünk, mert én mondtam, hogy szerintem a térdem a lefelé menetet ilyen meredeken nem fogja bírni. De hát, amint látjátok, tényleg érdemes volt ide feljönni, mivel a táj, a látvány az gyakorlatilag, mintha festett lenne, nem is valódi. Hát gyönyörű, úgyhogy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség volt ide eljönni Buenos Airesből, mert azért ebből a nagyvárosból könnyen elege lesz az embernek. Úgyhogy most egy kicsit abba hagyom a dumát, hogy ti is tudjátok élvezni a kilátást. A hegycsúcs megmászása után meg éheztünk, úgyhogy elmentünk ebédelni. Egy nagyon aranyos kis helyet találtunk, ahol ilyen kis retro
kiállítás, mini kiállítást lehetett megnézegetni. Illetve hát a teraszon ültünk le ebédelni, ami nagyon kellemes volt, kivéve, hogy tele volt minden darazsakkal, úgyhogy nem sokáig maradtunk, megkajáltunk, aztán már olyan sokan lettek hirtelen, hogy amúgy is át kellett adnunk a helyünket, úgyhogy mentünk is tovább. Itt folytattuk az utunkat, a túránkat, az út mentén sétáltunk le a tópartra. Este ismét visszamentünk a város központba, ugyanis Guinness rekord kísérletet hajtottak végre a helyi kézműves csokoládé árusok, vagy kézműves csokoládé készítők összefogtak és elkészítették a világ legnagyobb tábla csokiját, ami 200 méter hosszú volt, és itt éppen azt látjátok, hogy egy kisfiú meginterjú volt az egyik csokoládékészítőt, majd hozták a csoki mázat, csoki krémet, és elkezdték összerakni a csokit, ami mindenféle ízesítéssel rendelkezett, nem csak szimplán egy tábla tejcsoki volt. En otro lado que viene, en la zona de las pantallas, para ver esta transmisión en vivo. Esto también va a haber el juego de lucha de Estado. Por lo tanto, voy a mirar esta barra de chocolate así, completa, de 8 cuadraditos por 4. Pará que voy, pará. Si vos la cortás, no tampoco, no va a tener el mismo. A ver, cortás un pedazo por el costado. Sí, esto lo ponés acá. Sí, esto que está acá cuando entra ahí, mirá. Ajá, pero hay que sobra el chocolate. ¿Cómo? Chocolate, vos mirá, ¿por qué sobra el chocolate? Másnap természetesen visszamentünk a természetbe, és egy másik túraútvonalat fedeztünk fel, ahol például jártunk egy mini Mirtusz erdőben. A Mirtusz fák azok körülbelül 15 méter magasra növő fák. Itt Argentína ezen részén a chilei Mirtusz található, amelynek a kérge gyakorlatilag a fahéj színére hasonlít, és ilyen összecsavaradott hatást kelt, főleg ugye az idősebb fák, amelyeknek a törzse már jól megvastagodott. Itt végül is még több természetről készült videót láthattok, és élvezhetitek a ebből áradó nyugalmat, és egy kicsit nekem is jó visszanézni, mert segít, hogy relaxáljak. Remélem nektek is. Thank you.
az utunk során pár új barátot is szereztünk, néhány kóborkutyával is találkoztunk, macskával, illetve madarakkal. Ez egy nagyon bátor madárka, nem fogom nektek tudni megmondani, hogy milyen fajta, aki hát elég szemtelen módon kaját csort a mellettünk ülő csajoktól, és az ott éppen kilóg a szájából egy darab sonka. Estére persze mi is megéheztünk, úgyhogy elmentünk Argentína egyik legjobb éttermébe, ami itt Bariloche-ban található, és a hely nevét Rastrosnak hívják. Hát ez egy ilyen gurmé restaurant, amelynek az a különlegessége, hogy csak helyi patagóniai nyersanyagokat használnak fel, tehát az itt megtalálható nyersanyagokból készül a hat fogás. Két előétel, két főétel és két desszertet kaptunk. A főételeknek az egyik fele az egy pisztráng volt, ami ugye itt Bariloche-ban nagyon népszerű, a tavak, környező tavaknak köszönhetően, illetve a bárány a másik, ami nagyon népszerű, és hát nagyon, nagyon finom ételeket öttünk. Természetesen elmaradhatatlan volt az alfahor, illetve gomba is része volt az előételeknek. Úgyhogy összességében egy nagyon összetett vacsorát fogyasztottunk el, különböző patagóniai borok kíséretében. Minden egyes étel és ital felszolgálásánál elmondták, hogy honnan való, hogyan készült, hogyan gondolták ki, honnan jött az ötlet, mi inspirálta, úgyhogy nagyon érdekes volt ez az egész élmény. Körülbelül 2 órán keresztül lettük azt a 6 aprócska fogást, de abszolút jól laktunk velük. Az utolsó napunkat a tóparton kezdtük egy kis fotósuttal, majd ezt követően elmentünk a kolónia Suisse-ba, azaz a svájci kolóniát látogattuk meg, ami itt Bariloche-től körülbelül 1 óra buszútra található, egy kicsit ilyen eldugott hegyes vidéken. A kolónia Suisse különlegessége, hogy hétvégente van egy nagyon népszerű helyi kézműves piac. Azért mondom kézműves piacnak, mert főleg kézműves termékeket árultak, de hát ezen kívül ugye kajálási lehetőség is volt, mindenféle ilyen street food szerű étel is volt, házi készítésű sütemények, illetve különleges helyi, illetve Chilében és Argentina ezen részén népszerű ételeket is lehetett kapni, illetve svájci és német kajákat is. Ezek a képsorok már ott a kolónia Suisse-ban készültek. Amikor megérkeztünk olyan 11 óra körül, akkor még elég kihalt volt a város, és hát ilyen creepy dolgokat is lehetett találni, mint ez a baba. De aztán hamar, tehát mondjuk úgy egy fél óra, egy óra alatt annyira megtelt minden, hogy még szerencsé, hogy ahogy mi mint megérkeztünk, ettünk valamit, mert aztán utána már lehetetlen volt sorra kerülni, meg leülni, enni. Itt, amit láttok, hogy itt gyakorlatilag valami nagyon ég, és először azt hittem, hogy valami kigyulladt véletlenül, de aztán kiderült, hogy ez direkt füstöl ennyire. Itt kezdik el készíteni a helyi különlegességet, a helyi ebédet, amit úgy hívnak, hogy curanto, ami egy forró köveken sütött húsból, krumpliból és egyéb zöldségekből álló étel, amit a földbe ásott veremben készítenek, tehát gyakorlatilag egy ilyen 1 méter mély lyukban sütik, köveken, forró köveken az étel, de először ugye felmelegítik a köveket, jó nagy tüzet raknak rajta, és amikor már csak parázslik a tűz, akkor oda teszik a nyers ételeket, és a különböző ételeket különböző hőmérsékleten sütik, tehát ugye a legmélyebben mondjuk a húst, aztán különböző rétegeket tesznek egymásra, a rétegeket csílei, rebarbara, füge vagy káposzta levéllel választják el egymástól, és körülbelül 1 órán keresztül lefedve, földdel hintve
őrzik meg a meleget, és így sül ki az ebéd, ami úgy egy másfél óra alatt készül el így a forró köveken, a föld alatt. Itt egy-két képsor arról, hogy is néz ki ez a svájci kolónia. Amint látjátok, rengeteg autó van. Miután megérkeztünk egy órával rá, gyakorlatilag megtelt a hely, nem lehetett elférni, mindenhol autók parkoltak. És egy kicsit már Buenos Airesre kezdett el emlékeztetni a tömeg. Itt most azt látjátok, ha látjátok, mert aztán itt annyira sokan voltak már körülötte, hogy alig lehetett odaférni. Amikor veszik ki a főtt sült ételeket a veremből, és szedik le a cuccost, majd itt meg már a végeredmény, amikor kiásták az ebédet, és elkezdték elpusztítani. Itt pedig azt látjátok, ahogy a busz próbálta magát kiszabadítani a svájci kolóniából, ugyanis az útszélén parkoló autók miatt alig fértünk el, és ezt a környező fák lombkoronája szenvedte meg a legjobban. És hát gyakorlatilag ennyi volt a Bariloche-i útunk, ez már a hazafelé út, amikor mentünk a reptérre. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Iratkozzatok fel, és amikor lesz következő videó, akkor kapni fogtok róla értesítést. Sziasztok, puszi!